Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. Gratulálunk a díjhoz, és természetesen nagy léptékbe, de elevenítsük fel ezt a 17 évet, hiszen nem véletlen került most önhöz ez a rangos kitüntetés. Hát köszönöm szépen először is a gratulációt. Nem is tudom, hol kezdjem, talán ott kezdem, hogy tulajdonképpen jegyző, 22 éve vagyok jegyző. Ebből 17 éve Karcagon, 2001-ben választottak meg, egy olyan előd után, aki 30 évig töltötte be ezt a posztot, tehát mint VB titkár is hosszú éveket töltött el, úgyhogy nagy kihívás volt akkor számomra, hogy méltó utódja legyek. És talán most ezzel a díjjal is úgy gondolom, az elmúlt 17 évet értékelve, hogy talán méltó utódja vagyok, és természetesen nagyon örülök ennek. Az én aszpolitikám jegyzőként mindig az, hogy a jegyzői feladat az elsősorban egy szolgálat. Valamikor tanulmányaim során emlékszem rá, hogy Magyari Zoltán, a magyar közigazgatás atya egy jó 78 évvel ezelőtt mondta azt, hogy a közigazgatás a közönségé. Jegyzőként meg kell felelnünk a velünk élő lakosságnak, a politikai környezetnek, a jogi környezetnek, és mint vezetők természetesen az apparátusnak is. De ez a hármas feladat, ez komoly kihívást jelent, és ahhoz, hogy a mindennapokon, mindennapok nehézségein túljussunk, mindenképpen egy ilyen kitüntetés, ez egy komoly mérföldkő, és azt hiszem, hogy a továbbiakban még több erőt és kitartást ad ahhoz, hogy folytassam, amit eddig csináltam, és talán jól csináltam, hogyha így módon érdemeltem ki ezt a kitüntetést, hiszen ez mégiscsak egy szavazás alapján történt. A jegyzők esetében erre nem túl sok lehetőség van. Hát a település vezetők közül, akik politikusok, ugye 4, illetve most már 5 évente azért csak megmérettetnek, de jegyzőként általában ez nem adatik meg. Talán a informális visszajelzésekből tudhatjuk, meg hát természetesen az önkormányzat elégedettségén látjuk azt, hogy a munkánk az értékes számukra, és megbecsülésnek örvend. Államtitkár úr azt mondta, hogy ez a legkisebb közigazgatási egység, és ezt azért nem egyszerű nagyon-nagyon jól csinálni. Hát igen, a település a legkisebb közigazgatási egység, de hát ezen kívül persze még vannak sokkal kisebb települések, és azért nem felejtkezem el a kisebb településeken dolgozó kollégáimról se, hiszen nekik is több módon meg kell felelni ahhoz képest, amit én mondtam. Városi jegyzőként azért mögöttem egy nagy apparátus van. És a jegyzői munka az mindig egy csapatmunka. Tehát minél nagyobb egy csapat, talán annál könnyebb. És vezetőként én azt hiszem, hogy akkor jó vezető valaki, hogyha példát tud mutatni, hiszen az apparátusnak is valahol igazodni kell. Ez nélkülözhetetlen, ha az ember korrekt tudjon lenni, igazságos, becsületes, pontos, hiszen mindenképpen úgy lehet sikeres egy szervezet. Azt is mondták itt a résztvevők, hogy a jegyző és a polgármester, illetve az alpolgármester nagy megértésben kell, hogy együtt dolgozzon. Gyakorlatilag nem is tudnak egymás nélkül működni. Hát igen, ezt lehetne úgy is mondani, leginkább ugye a polgármester tekintetében, hogy most már szimbiózisba kell lenni. Én mivel már elég régi jegyző vagyok, a jogi helyzetünk, munkáltató jogi helyzetünk változott nem is olyan régen, és még inkább igaz, hogy szimbiózisba kell lenni, hiszen a jegyzőnek a munkáltatója a polgármester, korábban a képviselőtestület volt, de teljesen mindegy egyébként, hogy most egyik vagy másik megoldás változott, az kulcskérdés, hogy egy polgármester meg egy jegyző az összhangban tudjon dolgozni, hiszen a politika mindig meghatározza a célt, a jegyzőknek az a feladatuk, hogy megtalálják a végrehajtáshoz az irányt. És ebben az, hogy ez meg is valósuljon, segít az apparátus. Tehát ezeknek mindenképpen összhangba kell lenni, ezért mondtam azt, hogy ez egy csapatmunka. Természetesen a hivatalos dolgon túl azért egy-két magánjellegű kérdést is szeretnék feltenni önnek. Például azt, hogy sejtette, gondolt rá, és mit érzett, amikor megtudta, hogy ön lesz a kitüntetett? Egyáltalán nem sejtettem.
gondolni, meg végképp nem gondoltam rá, úgyhogy teljesen meglepetésként ért. Ismerem ezt a díjat, hiszen én is több rendezvényen már részt vettem, adódott az elmúlt 17 év alatt rá lehetőségem, tehát már nagyon sok rendezvényen részt vettem, és hát úgy gondoltam, én még fiatal vagyok ehhez, de hát úgy látszik mégsem. Tehát azért már van egy komoly szakmai múltam, ha tetszik, ha nem, az idő telik, azért most már mégis egy fiatalember korának megfelelő szakmai múltam van mögöttem, és hát természetesen örömmel vettem tudomásul. Mit fog szólni a család, és van-e valami nagy álom, amit jegyzőként szeretne megvalósítani? Hát a család természetesen örül, hiszen látják ennek azért a hátulütőit is, mert azért mégiscsak ez egy hivatás, tehát a munkaidő az csak egy igazodási pont az ember életében. És azt szoktam mondani, hogy a munkát mi soha nem fejezzük be, csak abba hagyjuk. Ez egy örök körforgás, hiszen a választási ciklusok is mindig csak éppen egy nüansznyit jelentenek, hiszen minden kezdődik újból egy új képviselőtestülettel, de ha jó a település vezetés, akkor a stratégiai célok azok közép és hosszú távon azért folyamatosak. És azt hiszem, hogy Karcagon ez így van. A család természetesen fontos, hiszen a támaszt ő biztosítja, hiszen az embernek azért van magánélete is. Legalábbis kell, hogy legyen magánélete, hiszen másképp ezt nem lehet csinálni. Úgyhogy a feleségem, meg a kisfiam, meg a nevelt fia, azok mindig biztos hátteret számítottak nekem. A pihenést, a felüdülést, a megújulást. És valami nagy álom cél, amit mint jegyző szeretne megvalósítani? Hát olyan nagy álmom célom igazából még úgy nem fogalmazódott meg bennem. Én szeretném folytatni, és természetesen az újabb kihívásoknak megfelelni, hiszen soha nem állandó, ahogy említettem is ez a munka, mind a politika, mind a jogi környezet folyamatosan változik, tehát azért innovatívnak kell lenni, ez egy állandó kihívás, és hogyha ezeknek meg tudok felelni, tehát most már azért mégis mondhatom, hogy azért már most idősebb vagyok, tehát a fiatalok mindig jobban meg tudnak felelni a világ változásainak, de én igyekezek lépést tartani, és körülvenni magamat olyanokkal, olyan fiatalokkal, akik tulajdonképpen segítenek ebben. Bár a díjat jegyző úr kapta, de itt elhangzott, hogy a jegyző és a polgármester nem működhet egymás nélkül, így aztán önnek is gratulálunk, és szeretnénk kérdezni, hogy ön mit szólt ahhoz, hogy ma itt Hajdúszoboszlón ilyen fontos elismerést kapnak? Köszönöm szépen a gratulációt, de azért elsősorban a jegyző urat illeti ezt mindenképpen. Az teljesen igaz, hogy egymás nélkül nem lehet meg a önkormányzat vezetése, a hivatal vezetése, az több emberre múlik, és egy nagyon fontos láncszeme a jegyző úr is ennek, illetve minden településen a jegyző. Egymásra vagyunk utalva, a polgármesterek, alpolgármesterek, egyáltalán a képviselőtestület meghozza a politikai döntéseket, de a jegyzőnek a szakmai hátteret mindenképpen biztosítani kell, és hát nagyon jó volt itt Hajdúszoboszlón Karcaginak lenni a mai napon, mert végtelenül büszke vagyok Róla Sándor jegyző úrra erre az elismerésre, hiszen az azt mutatja, hogy a hivatal vezetésén egy teljesen odaillő, jó szakmai háttérrel rendelkező fiatal ember áll. Itt az is elhangzott, hogy azért sok-sok cikluson keresztül művelik ezt a feladatot azok a díjazottak, akik már elismerésben részesültek. Kell ez az állandóság ezek szerint? Mindig elviszik a sótán. Egy olyan dolgozó, egy olyan beosztott vagy beosztással bíró ember, aki folyamatosan, huzamosan látja el a feladatát, az mindenképpen szimpatikusabb a saját munkatársainak is, a embereknek, a lakosságnak, a helyi polgároknak, hiszen ez azt mutatja, hogy egy bizonyos hűséggel is bír a települése iránt, és a jegyzői munka tipikusan az a munka, amit nem lehet egyik napról a másikra végezni, tehát a folyamatosság, az állandóság itt nagyon-nagyon fontos. Tehát a ciklusokon átívelő beruházások, feladatok vannak, amit
aminek a jogi hátterét természetesen a jegyző biztosítja, tehát nem lehet évente változtatni a jegyzőt, például nem célszerű semmiképpen, úgyhogy igen, ez egy nagyon fontos kritérium, és ezt értékelik is az emberek. Önök már fél szavakból is megértik egymást, jegyző úrral? Sőt, talán már egy-egy szemvillanásból is, természetesen mióta ő ott dolgozik a hivatalban jegyzőként, én is ott dolgozok, tehát a kapcsolat nagyon régi, és örülök, hogy az akkori fiatal ember, aki még most is nagyon fiatal ember, megőrizte azt a vidámságát, pozitív életlátását, amivel kezdte a pályáját, nyilvánvalóan sok-sok tapasztalatot összegyűjtve. Végezetül szó volt itt Hajdúszoboszlón arról, hogy húzóágazat a turizmus és Karcag-Hajdúszoboszló elég közel van egymáshoz. Ön mit gondol, mennyire lehetne összekapcsolni itt a környékbeli településeket? Van-e valami olyan terv, ami tényleg itt Kelet-Magyarországot még feljebb tudja emelni? Van ilyen terv. Én nagyon nagy híve lennék ennek, és vagyok is annak, hogy ez a régió az együtt dolgozó. Egyébként együtt is dolgozunk a Hortobágy, Hajdúszoboszló, Debrecen és a Tiszató egy nagyon komoly turisztikai fejlesztési projektnek a keretében össze van hangolódva. Rettentő sok lehetőség van ebben. Karcag a szomszédvár, 40 kilométerre van Hajdúszoboszlótól körülbelül, és ott is nagyon komoly turisztikai fejlesztések valósulnak meg a közeljövőben. És az, hogy mind a két település, vagy a többi település is sikeresen csábítsa oda a vendégeket, akár belföldről, akár külföldről, kellenek ilyen kiemelt turisztikai központok, célpontok, és az, hogy egymásnak kihajáljuk ezeket a lehetőségeket, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, úgyhogy vezérigazgató úrral, erről is beszéltünk pár perccel korábban, Ceglédi Gyula vezérigazgató úrral, hogy igen, ezt a lehetőséget ki kell használnunk, ritkán adódik ilyen, megvannak a saját értékeink, és ezt csak közösen egy csokorba szedve tudjuk nagyon hasznosan odatálalni az ide látogatóknak. Sokkal egyszerűbb helyzetben vagyok, mint Dalóczi Erzsébet Erzsike. Nekem nem kell felsorolni a jelenlévőket, elég azt mondani, hogy üdvözlök minden kedves karcagit. És vendégeinket is, akik ugyan kisebb számmal vannak jelen, de azt láthatom, és amikor itt körbenézek, hogy egymás között vagyunk. És jó azt látni, hogy nagyon sok ismerőssel, régi ismerőssel, és olyanokkal is találkozok, akiket akár évtizedek óta nem láttam, és vannak olyanok, akikkel hetente, naponta találkozunk, és ez egy jó érzés. Amikor szerte az országban járunk, és észreveszik ismerőseink, akár fővárosiak, akár más településre valók, hogy a karcagiak mindig sorolják, hogy itt is egy karcagi, ott is egy karcagi, itt dolgozik egy karcagi, van egy híres karcagi művészünk, na ezt is karcagi csinálta, akkor meg szokták jegyezni, hogy jaj, hát ezek a karcagiak mindenhol ott vannak. Ez részben igaz, de én azt gondolom, hogy ennek az a magyarázata, hogy számon tartjuk egymást. Ha két karcagi találkozik az ország vagy a világ bármelyik részén, akkor már megvan a közös téma. Hol laktok, melyik részen, melyik iskolába jártál, kik a rokonaid, kik voltak a barátaid. Vagy hogyha idősebbek, kik a szüleid, nagyszüleid, és ez számon van tartva. Én néhány évvel ezelőtt Budapesten találkoztam egy fiatal emberrel, és hát megtudta, hogy karcagi vagyok. És akkor szóba került, hogy hát neki a nagyapja is karcagi. Hát mondom, mondhatja bárki, hol laktak. Melyik utcába, hogy hívják, hogy hívták, hol dolgozott. És amikor úgy beazonosítottam, akkor azt mondtam, hogy ja, tényleg, ez el lehet fogadni, és el is fogadtuk. És Erzsike, Dalóczi Erzsike ezt az érzést, amit mi érezzük, és mi tudjuk, hogy mi karcaginak lenni. Pontosan nem tudjuk megfogalmazni, hiszen megfogalmazhatatlan, hiszen a karcagi főtér, a park, a piac, a kisfürdőnek, a sós vizének az illata,
a Birka pörkölt, a Ferdinánd, és azok a szokások, hogyha egy távol idegen jön, hogy egy vasárnap déli 12-kor ember nincs az utcán. Ha véletlenül van, akkor az igyekszik, mert lemaradt az ebédről, és látszik, hogy kerékpárral is, vagy gyalogosan nagyon siet. És Karcagon vasárnap délben kiürül a főtér, kiürülnek az utcák, mert Karcagon 12-kor mindenki ebédel. Ez egy érzés, amit nagyon nehéz megfogalmazni. És Erzsike megpróbálta ezt megfogalmazni, ezt az érzést elcsípni. Azt gondolta, hogy ez sikerülni is fog neki. Hozzákezdett a könyv megírásához. Leírta és összeszedte azokat az embereket, akik elkerültek Karcagról. Egy pici részt meg is fogott ebből a dologból, hiszen azok, akik elkerültek Karcagról, kicsit távolabbról látják azt, hogy milyenek is vagyunk. Meg tudják fogalmazni. Olyan, mint egy pilóta, hogy fentről látja a földet, és egészében látja a dolgot. Csak rájött arra, hogy fogott egy kicsi részt ebből a dologból, de nem fogta meg azt az érzést, amit éreznünk kell. És akkor rájött, hogy ennek a kötetnek kell lenni egy második részének. Amikor elmondják azok az emberek is, akik itt élnek, hogy milyen érzés karcaginak lenni. Amikor elolvassuk a második kötetet, akkor már ehhez az érzéshez, amit érzünk, tudunk, csak nehezen tudjuk megfogalmazni, ahhoz már egy kicsivel közelebb jutunk. És hát nem tudom, hogy titkot árulok el, vagy, de kell lenni egy harmadik résznek is, hogy a kör körbeérjen, hogy tudjuk azt, pontosan legyen egy kép erről az érzésről, amit mi ismerünk, amit tudunk. És tudjuk azt, hogy sokan vagyunk karcagiak, akik ismerjük egymást. De sokszor nem tudjuk, csak néha rácsodálkozunk arra, hogy milyen csodálatos dolgokat is csinálnak a szomszédok, az utcabeliek, a rokonság tagjai, a volt osztálytársak, szülei, és amikor egy ilyen könyvbemutató van, és egy ilyen kiállítás van, és összefoglalva látunk életutakat, akkor azt kell mondani, hogy csodás ez a hely. A karcagiak mindenhol ott vannak, a karcagiak valami különlegeset tudnak, amit nem csak érzünk, hanem tudjuk is, mert karcaginak lenni kiváltság és különlegesség. Amikor mondják azt, hogy biztos olyan jók a karcagiak, és mondom, hogy nem, hát a karcagiak között egy kicsit, hogy mondjam, mogorvábbak, egy kicsit nyakasabbak, ha valamit kimondanak, ahhoz ragaszkodnak, de mi így szeretjük. Nekünk ez a természetes. És ez a könyv, Erzsike könyve megragadta ezt az érzést. Én amikor olvastam belőle a különböző interjúkat, akkor azt láttam, hogy hoppá, tényleg. Olyan dolgok kerültek elő, amit tudtam. Amiben benne éltem, csak jó volt azt elolvasni különböző történetekbe, hogy visszaemlékeznek rá. A különböző 10, 20, 30, 40 vagy akár 50 évvel ezelőtti karcagot is, amire mindannyian emlékszünk, és egyformán emlékszünk, hogy szép volt, jó volt, és mindenképpen meg kell örökíteni. És ez a kiállítás, ez pedig maga a bizonyíték. És mindig szoktunk kiállításra menni, valamit megmutatunk másoknak, valami nagy teljesítmény. De amikor a nagy teljesítményeket egymásnak mutatjuk meg, képzőművészeti dolgok, szobor, grafika, csipke, különböző hagyományőrzés, akkor jó érzés, amikor így magunknak csinálunk egy válogatottat. Amikor nem a vendégeknek főzünk, hanem egy családi összejövetelen a családnak. Ebben benne van minden, benne van az az érzés, az a jó érzés, hogy jó itt Karcagon lenni, és én Erzsikének nagyon szépen köszönöm azt, hogy azt a belülről feszítő érzést, hogy jó lenne ezt a érzést, ezt a gondolatot megfogalmazni, megfogni, ő neki kezdett, bátran neki kezdett, és azt látom, hogy jó úton van, és kezd egy olyan érzésem lenni, hogyha meg lesz a harmadik kötet, még akkor is marad hiányérzetünk, ezt nem lehet befejezni, ennek a történetnek nincs vége. Valamikor volt kezdete, de
hogy karcag a szívünk csücske, ennek a történetnek nincs vége, ezt a mai nap is írjuk, és holnap is írjuk itt Karcagon élők és Karcagról elszármazottak. Én gratulálok azoknak a kiállítóknak, akik meg tudták ma mutatni, hogy milyen különleges dolgokra képesek, hogy miért vagyunk különlegesebbek, miért lehet-e a karcagi büszkébb arra, hogy karcagi, és hát örülök annak, hogy a én feleségem is kiállít itt, ugyan ő nem karcagi születésű, de hát három karcagi fiúval már itt hozzájárult ehhez a közösséghez, és a munkájával is, úgyhogy nem örül, hogy kiemeltem. Gratulálok mindenkinek, gratulálok az alkotóknak, gratulálok Erzsikének, és egy mondatban megfogalmazva azt, hogy milyen érzés karcaginak lenni, jó és büszke érzés. Mindenkinek azt kívánom, hogy legyen büszke, és érezze ezt az érzést minél tovább, és ha nem karcagiakkal találkozik, akkor nyugodt szívvel, magát kihúzva mondja, hogy karcaginak lenni nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!